Józsi, ha te indulsz egy versenyen, és esélyed lenne a negyedik helyre, de te azt mondod, hogy hogyha nem arany, akkor semmi. Akkor azt mondod, hogy jó, hagyjuk már, öcsém. Vagy hogy hogy? Hát azért csak megpróbálom már, nem? Én is azt gondolnám, de hát végül is. Magyarországon van egy technika, elugrásnak hívják. Igen, igen? Igen, igen, igen. Aha. Megpróbálok elugorni a negyedik helyről. Értem, értem. Na, hát akkor a 27. forduló következik, de szigorúan csak az intro után. Nos, azért előbb -e még menjünk el a BB-be. Mert, Na, jó, van, mert kell egy híve, hogy legyen. Most Ne basszuk fel magunkat igen. elsőre. Hát, indi meg indítsunk alulról. Tehát, hogy... Oké. Okay. Jó, tehát az... Na, kezdjük egyből. Kerkez Milos. És a ő neki a csapata. <laughs> Kerkezik be, cserélése, győzelmet hozott. Na, mit, mond, mit szólsz? Hát, ez várható volt. A Kriszt, ezt győzték le, egy nóra, miután ö, bejöttek, vagy bejött, ö, akkor Klivertel együtt, a 65. percben, a 80. percben Klaivert betalált. Úgyhogy Kerkez szerintem a számított. csapatának. Igen, igen, igen. Na, itt van egy Rizesport. Sport. Rizse 4 0 győzött az Istanbul Sport otthonában. Ö, Mocsi Attila most csereként állt be a 81. Ö, percben. Úgyhogy hát és a topolya a Pazar győzelmet aratott. Igen, idegenben méghozzá elég gólgazdag meccsen. Igen, a Novi Pazar ellen, mondom, <laughs> 4-3-as győzelmet aratott. A 81. perctől volt pályán Sós Bence. Lengyel élvonalban Eppel Márton az 56. percben lépett pályára. Egy-egyet játszott egyébként e csapata. Úgyhogy ö, szépen alakulgatnak itt a dolgok. stais padozott, sajnos. Pihentetik már az EB-re. Igen, úgyhogy. Ö, na várjál, hát itt annyi mérkőzés volt, hogy lehet, hogy nem is jót mondtam. Ember. Ember-ember. Ember-embernek ember, farkasa. Ö, Kedd este. Ja igen, ez még a, ez még a hétközi meccs volt, amiről beszéltünk. Jaj, én. hát... is. jó öcsipók. Le vagy, jó hát le a vagy. Leg... Ah, hm, hm. Kezdőcsapatban volt hétvégén uh, Kerkez Milos, és hát itt a uh, Luton Town otthonába uh, látogattak, és hát itt uh, ötveretlen mérkőzés kapott ki ismét a Bournemouth, úgyhogy mi, három pontot megszerezte a Luton? Mi megkapnánk egyébként a, a Lutonban a web szurkolóknak a, a műsorát, mert a kalaposok. A... Tényleg, tényleg. A kalaposok. Na, és egyébként akkor itt ez egy 2 1 mérkőzés lett. Callum viszont nem játszott a Sunderlandben, és gól nélküli döntetlen ért el, így a csapata Bristol City ellen. Úgyhogy, itt fokozódik a drámai feszültség, azt is mondhatnám. Na de, menjünk is tovább, mert hát vannak itt még, vannak itt még mindenféle <coughs> okosságok. <coughs> Ugye német András ismét kezdőként kapott lehetőséget a Hamburg csapatában. Na mit te szólsz? Hát meglepő, mert eddig arról szóltak a hírek, hogy, hogy még lehet, hogy tovább is adják. Így van. Vagy lehet, lehet hogy ezzel rakják a -e húspiacra? Igen, igen. Hát és ráadásul 61. percben német lövése pattant meg egy védőn, és a a kavarodás után Poreba lövése végül is kaput talált. És hát itt kettő egy lett a mérkőzés, és a Hamburg a harmadik a Bundesliga kettőben. Hát, hát helyén van szerintem talán így, talán így, hát ha beindul valami, és ott a széria B32. fordulója következik, méghozzá akkor ugye Nagy Ádám, a Specia a 20. helyen álló lecsét látta ö, látta vendégül. Lecsó? Igen. És hát 83. percben cserélték le végül. És hát így gyakorlatilag, ha jól emlékszem, ez döntetlen lett ez a mérkőzés, és Balog Botond uh, nélkül játszott sajnos a párma gól nélküli döntletent a az 14 zűd Zügy Tirollal. Nem tudom, Zügy Tiroll mit keres ott, de illetve tudom, csak választanak már hát ez is Ez is, egy, le, már egy, ez is egy lezáratlan 18 óta. Nekik, nekik ez a dél Tirol, mint nekünk oké? Okay. Igen. Hát nem tudom, de ez az ügytirol, ez nagyon rosszul hangzik egyébként. Tehát, így, mint hangzó. Tehát, hogy, igen. Hogy értse mindenki. Mert hát uh, most mitől lenne az tiro A zűd eléggé. Dél-Tiro dél jobban hangzik, de jó, jó az. Hát nem, nem tudom, de zűdnek zűd. Hát ott hát, szép hegyek vannak, uh -huh. nő a fű, meg mit tudom én, hát vannak ilyenek. Na jó, hát szóval ez volt, illetve még az volt, hogy volt egy szoboszlai. Egy mérkőzés. Nincsen szoboszlai nélkül. Így van. X lett, ugye lecsúsztak az első helyről, és volt a dominiknak egy kihagyott helyzete, és akkor most megint. Hát én több bekézést olvastam vele kapcsolatban, mint dicsérő szavakat, de én meg azt mondom erre a dologra, hogy ha valakitől azt várja le az edzője, hogy box-to-box -box játékos legyen, és elég komoly súlyt fektessen a védekezésre és a labdálosztogatására, akkor nem az ő feladata legyen még a gólszerzés is. Meg még a kapus posztját is lássa el, úgy, ha lehet. Ugyanabban a szituációban keveredik egyébként lassan a Liverpoolban, mint a magyar válogatottban, hogy gyakorlatilag mindent tőle várnak el. Igen, igen, és mindenkinek le, van adva a szerepe, mert tudom, McAllister nem tud más csinálni, kapura, kapuratot törni. A szállá ugye támadó, de van egy univerzális játékos, ami mindenben jó. Nem, hogy, nem mint a magyar játékos, hogy mindenhez ért, de semmi se jól, hanem mindenhez jól ért. És az a baj, túl sokat vesz magára, és szerintem túl sokat várnak el tőle, és ami a legrosszabb, a sportsajtó is túl sokat vár el tőle, holott amikor odaérkezett, azt mondták, hogy türelmet kell tanúsítani, egy 23 éves játékos, akinek első szezonja a Premier league -ben. Most már ahhoz képest mindent tőle várnak el. Még jó, hogy nem neki kell kifogni a 11-est, vagy, vagy bármi hasonló. Tehát lehet, hogy kicsit elfogultak, sőt, biztos, hogy elfogult vagyok, magyar vagyok, és nagyon drukkolok neki, de szerintem a, itt most már azért tényleg túlságosan sok, amit elvárnak tőle. Így van, így van. Én azt gondolom, hogy egy kicsit visszább kéne venni az agarakkal ott az mert azért hogy egy kicsit globálisabban kellene látni a szituációt, nem pedig mindig csak egy-egy meccsre, és ilyen rövid látó módon viszonyulni a dolgokhoz. Úgyhogy Na de hát ennyit, ennyit a BB-ről most, már tényleg azért... Most már megvolt. volt. megittük a kávét. egy kicsit. Megittük mert... a kávét, lehet 220. Így van, így van. Hát akkor kezdjük is. MBB 1, 1 5, péntek este. Jaj, hát ezért a meccsért kaptam én meg azt, hogy látens újpe szurkuló vagyok. Holott, most kiraktam a statisztikát, remélem látja. Mi Mihály, ezt mondta neked? Uh, nem, néhány. Csináltam erről egy videót, erről a meccsről, ilyen értékelésképpen, és uh, volt pofán megegyezni, hogy hát nem semmi, ahogy el lett uh, fújva ez a mérkőzés. Úgyhogy uh, nem értettem, nem értésemet fejeztem ki, meg is magyaráztak egy páran, hogyha valakit visszahúznak, akkor működik-e még a, a piros lap 11-es kombó? És ugye azt mondják, hogy működik. Tehát, hogy, hogy van, van még persze, ilyen. Hogy működik, láttad. Ja, hát ja az, egy, az egy más dolog, hogy, hogy lehet csinálni, csak hogy szabad-e? Nem, nem tudom. Tehát így, így majd lesz más mérkőzés is, ahol azért, ahol azért kitüremkedett az, hogy vajon miért nincsenek csak nagyon kis létszámban nemzetközi mérkőzéseken a magyar játékvezetők. Hát így van, így van, és azért hozzátartozik ez a történethez, hogy azzal együtt, hogy a kejtát az 59. percben kiállították, egyébként nekem itt két dolog következett ebből, egyébként az, hogy nélküle azért a védelmünk az extra halovány, Uh, viszont, viszont ő megtanári módon tud játszani adott esetben. Itt nyilván egy olyan helyzetbe hozódott, ahol uh, ad abszurdum, nagyon sok választási lehetősége nem volt, mert még megtehette volna azt, hogy a támadó útjából elállt, tehát hogy körülbelül ez lett volna a másik. Uh, ami pedig uh, külön érdekes, és én úgy gondolom, hogy ezt a meccs, ez ott, ez ott uh, kúriantódott el, hogy szerintem a, a Géza túl nagyot álmodott. Üm, ugye kiesési témában már nem igazán vagyunk érintettek. Üm, sok néző, jó hangulat volt várható, üm, mindenféle okok miatt ugye azt említettük is, hogy az UVB visszatért, üm, a stadionba stb. stb. És hát... Azért látni kell, hogy a, ennek a nagyot támadásnak azért minden, mindennel együtt volt alapja. Én azt gondolom, hogy egy kicsit ott, volt, ez a, ott volt ez a támadás, hogy uh, itt, itt a Jujic, Tajti, Csobod, Ambróz, ők támadók. Egyértelműen négy támadóval uh, lépett pára a csapat. Ha mondjuk ezt egy ötvédős Ö, játéknak vesszük. Ugye hát akkor még, még azért ott kell említeni, hogy Simon Krisztián mondjuk a, az öt védőből a jobbordali szárvédő. Hát őt a föl, fölfutások miatt. Igen, akkor hát... már is öt támadónál tartunk úgy igazából. Szóval csak ilyenkor jön elő az, hogy mit vár el a magyar szurkolót, vagy a újpest szurkoló, de általában a magyar szurkoló, támadó focit akarok látni. Persze. Nem piriszkeázás, e... nem támadó. Otthon, teltház előtt támadó focit akarok látni, és ebbe sajnos benne van az is, hogy néha aknál a szalad az ember. Így van, és ö, mindezzel együtt én azt mondom, hogy ennek a nagyotámadásnak volt ö, alapja, mert hogyha megnézitek itt a statisztikát, akkor azért látható, hogy az újpestnek ö, több lövése volt, igaz, hogy kevesebb kapurat ö, tartó lövés volt. Tehát azért itt ez egy némileg ellentmondás, mert 14-ből 3 vagy 10-ből 7 kaput találó, az, az nagyon nem mindegy. A birtoklás, a passzok száma és a passzpontosság pontosság is ö, jobb volt, kevesebb volt a szabálytalanság. Ezzel együtt ugye ö, egy piros lapot sikerült ö, begyűjteni, és több szögletet is rúgott az Újpestet. azért Azért azt látni kell, hogy ennek a játéknak alapvetően meg lett volna az alapja, ahhoz, hogy legyen ez a mérkőzés, mondjuk egy 5-4. Mert ö, alapesetben én azt mondom, hogy ö, egy ilyen felállásban ténylegesen benne van az, hogy bele lehet szaladni. De egy ilyen felállásban az is benne van, hogy sok gólt is tudunk rúgni. Na most ez az 59. perctől kezdve el ellehetetlenült, és hát, megnézzük azért a, a történéseket, az 59. perc az úgy nézett ki, hogy akkor ö, vezetett kettő egyre a zete. Tehát gyakorlatilag egy gólos hátrányban volt az Újpest, bármi lehetett volna ott a mérkőzésből. Köszönjük meg Káprány Mihálynak a közreműködést. Ezúttal nem a szurkolók, hanem ő volt a 12. játékos. Ami nagyon fontos lenne, az Újpestnek kéne egy csatár. Tehát kéne egy, egy, egy ilyen kéne egy mance egyébként. De ezt is megmondta a Géza nincs tipikusan olyan játékosunk, aki gólt szerezne. Tehát magyarul nincs csatárunk. E, egyébként abba, abba, volt jó a Mance, ami, ami majd a Fradi is ki fog jönni, hogy nem volt elveszett labda. Volt olyan szituáció, amit én is megemlítettem, hogy oda csúszott a kapusnak, még egy sárgát se kapott érte. én ezt csak azt tudtam mondani, hogy, hogyha mondjuk a mi csatárunk csúszik oda, azt is sárga. Tehát nálunk még olyan nem volt, hogy még a tehát még a szándékér is sárga vagy piros. De itt most valamiért a. a, a, a tehát nem kapott érte semmit, és megmondom, őszintén nagyon örültem neki, hogy az új peské kapott. Ugye egyértelműen nem kedvelem őket, de a, a hogyan? Tehát, hogy ez, ez számítana, hogy tiszta körülmények között ne legyen kétség az embernek attól, hogy, hogy igenis tiszta körülmények között lett megverem, mert tényleg annál nagyobb örömet most tényleg ne utálnak meg az Újpestek, vagy ha igen, az se érdekel, de annál nagyobb öröm, hogy kikap az Újpest, nem nagyon van. Csak hogy, tehát hogy ne így. Tehát most, na, nem? Hát nem, már én mondjuk annyira nem erőltem, Jó, hát de... ne, neked is a legnagyobb örömet, az, az okoz, hogy a, a, Fradi kikap nagy arányban valakitől, csak úgy, hogy Hát ha tőlünk most a kisvárda, ha megverő a fradit, nem érdekel. Na, így szól. Nem, nem, azt komolyan mondom, én az. Azért... Tudod ki? A, a Klaszkvik. Nem, nem genyából mondom, de még erről lesz szó. Igen, igen, igen. <hül> ja, igen. Szóval. És hát egyébként ez a mérkőzés valójában nem bírt jelentőséggel ugye pontvadászatot tekintve, mert a kisvárd előtt, aki uh, X-elt, ugye 13 pont az előny, és, és nagyon érdekes, a kecskemét el azonos pontszámunk van. Én azért azt mondom, hogy a kecskemét jellemzően azért többnyire följebb volt, mi meg többnyire itt. De azt hiszem, hogy. és ezt el is mondtam, hogy engem most itt nem érdekel, hogy hanyadik az Újpest, amíg benn marad, addig nekem így oké. Okay. A tizedik vagy hetedik újpesti szempontból szerintem értékelhetetlen mind a kettő. Ugye, ahogy tanult kollégám, szokta mondani testvére, szó. Szóval... Úgyhogy ezt így, ezt így ebben a formában szerintem így nem so, is. Igen, és az a baj, hogy a, a legtöbb gólt is ti kaptátok. Úgyhogy igen, ez, ez igen. Ráadásul ez, ez nem egy megszokott dolog, de hát most ezt is meg kell szokni, úgy látszik. Hát így van. Egyébként nekem a sok kapott góllal újpesti viszonylatban soha nem volt semmi gondom. Ha kétszer annyi rúgtatok, vagy háromszor annyi? Igen, igen. Tehát ez alapvetően az, hogy gólt kap az Újpest, az, az nem egy nagyon unikális dolog. Az, hogy akár sokat kap, az sem annyira, de az meg igen, hogy egyébként így ott van, ahol a tabellán. De hát nézzük meg azért a bajnokság döntő többségét egy kétes nem identitású csávó tulajdonlása alatt töltötte el a csapat, és egy olyan edző, irányítás alatt, aki konkrétan a szakmájának a karikatúrája. Tehát most így... Is senki kiszolgálta a belgát. Így, van. Sokat szoktuk ekézni a magyar edzőket, hogy hát azért vannak, hogy is mondjam, szakmai hiányosságok. Hát náluk az biztos, hogy még két polccal lejjebb van ez a... Így, Igen. Mert nem is mondom ki a nevét, mert említésre... Nem még bevonzod. Említésre nem méltó. Tehát, hogy így... Ja most él, ő, ő még a szakmai igazgatótok? Még mindig azt hiszem, ugye nem, nem, nem lett leléptetve? Nem tudom, de valaki szerintem előbb-utóbb, ha sokat szerepel ott a VIP környékén, előbb-utóbb beleszalad valamibe. Na, nézzük a következő mérkőzést. Már csak azért is, mert annak elviekben komoly jelentősége volt a gyakorlatban, meg azt láttam, hogy ott a győztes csapat edzőjét igencsak meglepte, hogy a csapata egy még nagyobb különbségű győzelmet tudott alatni, mint az Ete. Hát így van, itt nagyon bekeztek az első két mérkőzésen kapásból volt 11 gól, hát azért az, az nagyon konkrét csávóság. Én azt mondom, hogy hát persze, nyilván mezőkövesden, tehát így, ezt hagyjuk már öcsém kategória, de nem, tehát hogy így, és, hát, és hát itt volt valami, volt valami olyan nyilatkozat, eh, hogy, ja igen, hogy, hogy a, a, mezőkövesdi edző, hogyha én jól emlékszem, eh, igen, a, az olasz azt mondta, hogy... Milyen olasz? Nem mondtam. Milán Milanovics. De Mila, tehát Milánó, fia, Milánó. Ne. Ez magyarul okay. így tudom lefordítani. Hát most a... Oké. Okay. Nem, nem Beograd Beogradovics. Levette már a a kikopott jugó melegítőjét. Nem, nem hiszem, nem hiszem. Hát az alap. Yes, az okay. alap, és ő elnézést kért, és szégyenli magát, azt mondja, oh. majd a, a, a mérkőzés miatt. Két Csevapricsi. Hát, szerintem ő, ő ne szégyenkezzen, hát ő kapott egy olyan csapatot, ami már kiesett gyakorlatilag és uh, a játékosok nem tudják, hogy mi lesz velük, legalábbis a légiósok biztosan nem, mert ott nem volt egy olyan világos és egyértelmű kommunikáció, mint például Kisvárdán. Ezért pedig kimennek a pályára, megpróbálják eltölteni azt a 90 percet, nem tudom, négy levelű lóhere keresésével. Vagy mehetnek ma az... dúszómesternek a Zsóri fürdőbe. Hát persze, persze. Csak a vigyázni kell, kell a orcsipesz. Ja, igen. Tehát, hogy az, az 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 fontos, mert ott az autópályán csak elmész pedig, ott kilométerekre van a hely, és azért úgy érzed, hogy ott lehet, hogy Dánia közel van, valami bűzlik. <laughs> igen, Szóval nem kívánom én senkinek azt a szagot. Na mindegy, a lényeg a lényeg, egyébként meg mindenki menjen Zsóri fülről, mert biztos marha jó, csak én nem szeretem. Maradjunk ennyibe, tehát... nem voltam le... egy párszor. Én nem voltam, nekem már a neve miatt sem ö, ö, lehet célpont tehát vannak azért olyan, hogy is mondjam, mint az utazásnál a destináció. Ha valamelyik utazási iroda ezt a szót ha kiejti a száján, már pedig kiszokták, akkor az biztos, hogy nem én vagyok az utasuk. Az, az garantált. Na és, hogy, a... és hogyha még vouchert is adnak, az, akkor még megpróbálom felrúgni az ügyintézőt is. Na, tehát menjünk tovább, vagy menjünk vissza a mérkőzésre. Hát itt azért, hogy mondjam, az az ötös, az egyébként. Benne volt vagy? Mert én azt nézem, lövések egyik oldalon 19-ből 7 talált kaput, a másik oldalon meg 5-ből 1. Na most azért egy kapura tartó lövéssel viszonylag nehéz boldogulni, Külön, különösen úgy, hogy összesen 38%-ban birtokolta a labdát a kövesd, és Ugyan a passzpontosságuk 85%-os volt, de a Fehérvári 92%. Azért amikor csapatszinten 90%-os a passzpontosság, akkor ott a másik csapat nincs a pályán, könyörgöm. Hát ö, szerinted akkor igen, tehát hogy ez az ötös az reális eredmény volt. Egy teljesen enervált motivációját vesztett. Tulajdonképpen a, a fizetésért mennek be az viszlát. Hát én, persze. Én, tehát, hát, mit csinálnának én... mit csinálnának egyébként? Ö, én azt mondom, hogy. Ö, és akkor el lehet az én gondolkodni, hogy ugye az volt a mondás, hogy jaj, és meg is lett a következménye, mert hogy a kultúra Attila. És akkor jó, most jött ez a. Ez a kik, kikönyökölt melegítő szerb. Az ember, és akkor pont ugyanott vannak, vagy még lehet, hogy még akár ott se. Tehát akkor nem tudom, hogy mi volt az elképzelés. Eleve ott kezdődik szerintem a történés, hogy az a társaság, aki ott összeverődött, az eleve alkalmatlan. Most, hogyha megnézem az újpesti játékos keretét, hogy tényleg akkor már engem érintő példát mondjak, az sem mb egy. Na, de ettől sokkal gyengébb a kövesnek a gárdája. Hát akkor hát mit, ő, mit akartak kérna, a, Mi volt az elképzelés? Te ne is haragudjatok, hogy gmail-es e-mail a mezőkövesnek, mint klubnak. ez? Mennyire gáz már? Hát teljesen, de hát tudod, ebből... Mennyire lát... veszik ezt komolyan? Figyelj, szerintem ezt egy időben komolyan vették, csak aztán, aztán, változnak, változtak az idők. Mondjuk ezt. Nem, az meg... Tehát, hogy aki addig komolyan gondolt, az már nem gondolta annyira komolyan. Te egyébként mm -hmm. tényleg itt a, ezt a pénzügyi embert, azt mikor látod utoljára ott kint? a, aki a kia, tál. Igen. Nem tudom. Szerintem nem is tudja, hogy van. van tudja egyáltalán, hogy van csapata? Ne, régebben, régebben tudott róla. Hát a fia biztos, hogy kimegy meccsekre, szerintem. Fradit megnézte. Aha. Mert fradista egyébként tudta. <laughs> hát, hogy, úgy, úgy... Hát Majd, majd mezőköves dista lesz, nem? Hát, hogyha mezőköves dista, akkor az egy másik sportág, nem? Hát tulajdonképpen ennyire kellett volna komolyan venni, ezt az egész mez mezőköves projektet, mert... Megjegyzem, most kerül a helyére a történet, tehát hogy nincs nekem ezzel semmi különösebb probléma. Hát jó, csak beleöltek némi pénzt. Csak, igen, csak ez a probléma vele, hogy, hogy tulajdonképpen mire volt ez az egész, hogyha most meg így, így el lehet engedni a dolgot, mert látható az, ez, és ez az, az egész bajnak a kiírásban látható, hogy ott már mintha a kezdetek kezdetén elengedték volna. A Így van. Történetet. Csak ilyenkor ott van még egy edzői karrier, ott van a játékosoknak az élete, akik tehát azért próbálnak megélni valahogy. Nem kell őket se sajnálni, csak bele kell gondolni. Mondjuk egy, tényleg egy kutoratilla, aki, aki, szerintem magyar viszonylatban nem egy rossz edző, egy párszor megatjába rázta ezt a társaságot, de hát akkor ne ő legyen már a fő hibás ezért. Igen, mondjuk egyébként a kiesésükben az is jó, hogy 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 a, a Drazsicsot leigazoljuk, és akkor az ez mégiscsak lesz egy csatárunk végre. Hát egy, egy, egy pár és... felszabadult játékos lesz, meg Mert... végre a vármegyében helyére kerülnek Igen. a dolgok. Megjavaslom Molnár, Gá... Molnár Gábort a Fradiba. Azt a Molnár? Meg jön? a Bőle Lukács esetleg. Na, még... köszönöm, nem. Volt már. Köszi. Egyikre sem. Nem, Molnár Gábor nem. Ne, az a baj, hogy koron kívül van. Ő egyébként, ha legenda lehetett volna, az csak Diós Györbe. Akkor a példakép lehetett volna sok szempontból Diós -Györbe, és ezt most mindenki jól értse. Egy, ugye egy kisebbséghez tartozik, aminek nagyon komoly példát tudott volna mutatni azzal, hogy, hogy ő akár mondjuk a válogatottban is megfordul, mert a tehetsége meg volt hozzá. Igen, csak Nem a... kezelték helyén, meg ő, tudom, hogy ő is kellett volna hozzá, Igen de nem, 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 mutatták meg neki a profilva az útját. És, és, ezért mondjuk azt, hogy elkallódott. Lett belőle egy, egy jó mb 1 játékos, de mindig gond volt a, a, hozzáállásával, gond volt az állóképességével. Az, ami vele született tehetség a, a pontrugásoknál, a helyzetfelismerés, a cselezgetés, az elmegy de ennél sokkal, de sokkal profibnak kell lenni, és így a Molnár Gába egy óriási kihagyott lehetőség sok szempontból. Igen, és azért így tartozik hogy, és ez, és ez, különösen pont Diós Győrben mutatkozott meg, hogy nekem úgy tűnt, hogy Diós Győrben ö, egyszerűen nagy voltak a kabát. Akár ö, most élvonalról, vagy MV2-ről, tök mindegy, itt maga a klub mint olyan, akinek van szurkolója, ahol van szurkolói nyomás adott esetben, ott már nagy lett a kabát, hát most kövesd, de milyen szurkolói nyomás van, hát nincs. És ott, ott azért egy más téma, és ott egyébként korábbi időszakban is, meg most is szerintem jobb volt, mint a Diós -Győrben. Hát csak pontosan azért, mert ugye szerintem ő benne legalább annyi lehetőség volt, mint a Farkas Jancsiba annak idején, csak egyszer nem használták ki azt a lehetőséget. Tehát, hogy persze, amit elmondtam, hogy ő is kellett hozzá, de ahhoz, hogy valaki profi váljon, ahhoz meg kell neki mutatni az utat. És ezt nem mutatták meg neki. Elvárás az volt, az, az rogyásig, de a munkát nem tették bele azok, akiknek a dolga lett volna. A, mondjuk a tini korától kezdve. És akkor lett volna egy egy, egy nagyon nagy kiúrási lehetőség neki is. Így van, és ezzel tegyük hozzá ettől ő még tök jó játékos, csak hát az a potenciál nem jött ki, ami, ami pedig benne volt. Marketing Vagy volt van? mögötte, még Tehát. filmet is forgattak vele, csak hát az, az, az kurva kevés. Igen. Tehát azt a munkát kellett volna beletelni, hogy, hogy amit ő a, a szociális környezete miatt nem kapott meg a, azokat az útmutatásokat, azt kellett volna neki megmutatni, és akkor lett volna belőle egy óriási példakép. Így lett egy közepes játékos, aki mégis el tudja mondani, hogy hát, mi? jó játékos, hát az. az. De lehetett volna a megyébe a legjobb. Így van, és egyébként most visszatérve a mérkőzése, a Fehérvárnak ez tényleg fontos volt, mert meg kellett erősíteni a harmadik helyét, és hát persze ki ellen győzön, és ki ellen győzön egy 5-0-ra, a, mint, a mint a tök utolsó ellen. Ott tehát, volt megcsináltad, hoztak kötelezőt, ennyi. Abszolút, és, és ugye itt most 46 pont lett, és még azt is el kell mondani, hogy mindössze 4 pont az előnye a paksnak előttük, tehát most már így... Most már így látótávolban vannak, és a negyedik a felcsút, érdekes körülmények között, és ő viszont hat ponttal van lemaradva, tehát a második helyhez közelebb van a Fehérvár pillanatnyilag, mint a negyedikhez, és hát azért ez, ez tényleg egy... Még van annyi meccs, hogy még akármi is lehet. Így van, így van, és hát... Ugye az, hogy itt a, hogy alakult ki a negyedik helyezett, az majd így megyünk sorba, de ugye a bevezetőnkben erre céloztunk, hogy van ez a magyar specialitás, az elugrás. Nem az elrugaszkodásról, az elugrás. Az elugrás, igen, igen. Igen, tehát jön a vonat, elugrasz, nem? Igen, abszolút. Tehát, majd, majd ott, majd ott, majd ott, maradsz. Megállsz, nem? Értett, hogy, úgyis ez itt az én pozícióm, mert... Én... Igen, igen. Tehát az nem vezet semmi jóra. Nem, 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 Na, úgyhogy, úgyhogy a Fehérvár szerintem hozta a kötelezőt, és én azt mondom, hogy tényleg nagyon jó úton vannak itt a minimum a bronzérem megszerzéséhez. Úgyhogy én gratulálok nekik, mert, mert azért igen, csak komoly mélységből kellett összekapni ezt a társaságot, és ez igen, csak látványosan sikerült is. Úgyhogy szerintem a szurkolói kocka az teljesen oda van, és tök jogosan. Mert én. a kalappa. Abszolút, abszolút. Úgyhogy én azt mondom, hogy hogy ez a jövőre nézve is egy jó dolog, és hogyha az angolokkal fog működni egy. Te egy, lesz egy együttműködés, és ez tényleg jól működik, akkor, akkor itt még távlatosan is lehet, hogy ö, érdemes ö, lesz követni a fehérvárt a, a továbbiakban. Én azt hiszem, hogy van ebbe most pillanatnyilag kakaó, és azt látom, és ami nagyon fontos, hogy eltűnt az a pályáról a, a Fehérvár játékosai részéről, ez a, ez a, ez a pökhendiség, a lazovicsing, meg a, a balhétgyártok, műbalhét, meg a favágászat de Egy, nem, ég, ez tartós lesz. Igen, mert ezek, pont ezek voltak azok, amik a, 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 ezek a momentumok voltak azok, amik miatt a fehérvár korábban biztos, hogy nem tudott bevonzani új szurkolókat. Itt most, ezzel, ahogy most vannak, amilyen irányba vannak, ezzel most szerintem esélyesek, mert egyzők például kifejezetten szimpatikus őrge, és látható, hogy az egész csapat küzd, hajt, mondhatom, alázattal, és hát azért még a sereghajtó elleni győzelem 5-0. Hát nem kell megmagyarázni, 5-ös. Az... Az, az is olyan, hogy azért egy ötös trúgni, azért az, az manapság az igencsak megsüvegelendő. Most aki ezt megteszi egyébként a szuszába, az nyilván annak kell egy 12. játékos is, de az egy más kérdés. Itt most a Fehérvár esetében én nem láttam ilyeneket, tehát itt nem, nem volt ez kérdés. Nem, nem Meg hát nem. Az egész mérkőzésen, tudod, a, a kövesd annyira jellel a lombozott társaság, hogy igazából szabálytalankodni se akarnak. Mert még. Még, még a végén még akkor nekem is az fáj esetleg, vagy valamilyen hagyjuk. ez most nem azért mondjuk, hogy kisebbítsük a, a fehérvárnak az érdemét. Egyszerűen az. az, az Ők megtették a dolgokat, nehogy már még neki kelljen magyarázkodni, persze, hogy rúgtak egy ötöst, az a szégyen, hogy egy köves még itt lehet. Nagyon remélem jövőre már nem lesz, vagy legalábbis nem ilyen. Ö, ilyen motiváltan csapatok fogják alkotni az mb 1 et ha meg már ott van, akkor becsüljem már meg, hogy ott lehet. Hát jövőre szerintem kiharcolja az MB2-es és akkor azzal tök jók lesznek. Jó, menjünk szombati napon tovább. Diós György Kisvárda, piros-fehér, piros-fehér, egy-egy. Hú, hát erről is csináltam erre a csatornára egy videót, és így nem voltam nyugodt. Mert ugye lát... rossz lett a videó? is. Azért egy, egy, ilyen, egy ilyen csúnya ember csinálta. Tehát, hogy, hogy megint, megint, felmerült bennem az összeesküvés elmélet, és ahogy néztem a kommenteket, nem voltam egyedül. Mert ahogy a mérkőzés alakult, én azt gondoltam, lesz itt is egy ötös. Egy, egy Diós Győri ötös a Várda felé, és így, így, így azt vettem észre a második fédőbe, hogy rendesen húzza az időt a DVT-kel mintha félnének valamitől. Azt vettem észre például Pozsák Váncáson, hogy a jobbnál jobb lehetőségeket nem használja ki, inkább, inkább elhúzza az időt, keresztbe adja a labdát, tehát mintha <laughs> nem akarnának és ami a, ami a, legkeményebb, amikor már úgy voltam, hogy basz meg, ezek nem akarnak nyerni, abban a pillanatban mondta ki a tévében mondó is. Hmm. Aki közvetítette a mérkőzést, kicsúszott a száján. Persze, utána sablatt, sablat, sablat, de csak kimondta. És ezt azért, úgy, úgy, azért megakad az emberbe, lehet, hogy meg fogják büntetni. De ilyenkor, ha már ő kimondja, akiknek azért szájukban van rágva a sikerpropaganda, azért az, az nagyon kemény. Nem? Igen. Igen, és egyébként számomra amúgy egyébként is felveti a kérdést az, hogy vagy azt a kérdést felveti a mérkőzés, hogy vajon egy tök biztosan kieső csapat, vajon milyen joggal szerez egy pontot is? Nem is az, hogy milyen joggal. Nem is az, hogy milyen jogon. Hát, hogy... hát e, meg egyrészt, hogy másrészt pedig. Ha megnézzük a statisztikai adatokat, elég kiegyensúlyozott. Na de Józsi nem erről beszél. Hanem a játék képéről, mert a, ugye azért a játéknak vannak bőven olyan elemei, amiket nem lehet így számokkal leírni, de amikor egy támadó elől elsétál a védő. Vagy amikor a támadó egy jó helyzetben ügyel arra, hogy nehogy gólt szerezzen. Saját lábában mondjuk felbukik. És húzzák azért, rendesen és ők kezdik a vitát. És otthon húzzák azért? Tehát azért pont Diós -Győrbe, pont a Diós -Győri közönség előtt, pont eh, otthon húzni az időt egy x-es szituációban, vagy akkor, amikor egy nurra vezetnek akár, mert ugye har játékperceket tekintve fél óráig vezettek, azért az, hogy is mondjam, ma kimondom arcú köpése a szurkolóknak. A Zsíros hát, Győri szurkolóknak. Kőkeményen, és a, 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 akkor, amikor ezt az edzőt beavatták, bemutatták, beavatták, <laughs> még lehet azt is lehet mondani, akkor nem ez lett ígérve. Biztos be van avatva. És egyszerűen neki támadta, az nyilatkozatában azt mondta, hogy a, a játékosai a címlapra akartak kerülni, mert önzőek voltak. Ö, nem. És annyira nyilvánvaló volt, hogy a, a, tessék elolvasni, ha valakit érdekel a, a videónk alatt, a közvetlen meccs után a, a, a szurkolói reakciókat, vagy menjenek fel az amíg ra és olvassák el a reakciókat. Hát. Ezt mindenki látta. Ez egy szerbező, ugye? Hát délszláv, igen. Na. Ö... Volt egy újpesti. Szerbedző nem olyan régen távozott. Az, hogy idióta volt, hát azt, az, mindenki tudja, nem ez a lényeg. De tőle, amikor kikapott a csapat, akkor hányszor lehetett hallani, hogy egyéni a játékosaim. Mindig. ez ugyanaz, csak Pepitába. Tudod, van, ugye, ugye, van, ez a, van ez a szerb délszláv angol. Tudod, a foci edzőkör, igen, de, igen, igen, igen. Amitől egyébként így nyilván agyfaszt kapsz. Százér. De... <laughs> és akkor, és, és, vannak ezek a tipikus szófordulatok, ez pont ugyanaz, csak Pepitába, és akkor a, van az a 14 lózunk, és akkor abból most eleresztett egyet, ezzel gyakorlatilag felmentette magát, és lecseszte a játékosait, ő kiváló edző, azért pedig, hogy egy-egy lett a játékosai a felelősök, és ő a legnagyobb király. Na, bocs. Igen, mert hát én a munkát beletettem. Hát, hogy ti mit csináltatok, hát ti akartatok címlapra kerülni. Hát mit műveltek? Így van. Hát egyszerűen ez, ez, tényleg a gyomrom forgott fradistaként ettől az egésztől, és így, így, így emlékszem, hogy nálunk voltak, ha, nem is az, hogy hasonló, csak felmerült erre egyszer-kétszer így, 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 így a szurkolókba, és így ilyenkor így, így megvárták az edzőt. Meg, meglátogatták a játékost. Nálunk sajnos, meg kell, hogy mondjam, volt ilyen. Meg szerintem most is lenne, hogyha ennek a halvány gyanúja felmerülne, hogy, hogy, hogy valaki itt, tehát ennyire. És ahogy, ahogy az egyik uh, olvasónk, nézőnk írta, hogy, hogy ezek még ahhoz is hülyik, hogy legalább ne legyen látványos. Tehát, hogy nagyon-nagyon rossz. És ilyenkor, így a, amikor ezt a Csányinak megmutattam, hogy ülnék vele, hogy Sanyival, hogy gyere Sanyi, nézzük meg egy meccset is. Nézne egy ilyet, akkor megkérdezném, hogy Magyarázd már meg. De itt, itt ülsz, és ha. magyarázd meg. Szadika! <laughs> legalább, legalább, a bicskám itt <laughs> hogy a bőrödet leúzhassam. Hát igen, szóval ez azért elég gyalázatosra sikeredett, akárhogy is nézzük. És... Siker, itt, 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 is játszott a sikerült szöcskeként elugrani. Igen, ettől nagyobbat csak szembe sikerült ugrani. Szerintem ott már az, az már egy kanguru volt. Hát igen, ők, ők, is abban a veszélyben voltak. Menjünk tovább, akkor vegyem le? De... igen, igen, mert hát abban a veszélyben voltak, hogy esetleg a negyedik helyre föllépnek. Ö, igen. És ez durva. Tehát igen. azért fi, a negyedik hely veszélyes. Igen. Az csak az igazán a nagyok, negyedik hely veszélyes az, üzem. Az, igen, az csak az igazán nagyok bírják elviselni. Igen. Tehát most már nem a, nem a dobogó, a negyedik hely a veszélyes üzem. Igen, igen. Tehát azért az nem játék. Nem. És ezt, a, ezt megmutatták a Loki földön, hogy ők abszolút tudják ezt tartani. Betartották a munkahelyi szabályokat, nem lettek negyedikek. Nem. Hát, és, nem, és, nem, tartottak be. Betartották a munkahelyi szabályokat, de nem tartottak be. De nem tartottak be másnak. Másnak. Hát, hogyha megnézzük, 16 ból 5 lövés talált kaput, a másik oldalon 13-ból 3. A Loki 66%-ba birtokolta a labdát. 539 passz volt, szembe a 284 -jel. Az igen. 88% volt a loki passzpontosság, és 76% az MTK-i. Ilyen számokkal, ha valaki nem tud nyerni, akkor. Jézusom! Ne vicceljünk már. Tehát... Na. Tehát, ha... a és 1200 szabályton, tehát nem tördelte a játékot az mtk nem, de úgyis. Á, nem, nem. nem. tehát ez így nem. 5 nem. sárgalap, másik oldal a 3 és nem volt egy darab lese az MTK-nak, a másik oldalon volt hat darab. Tehát azért látszik, hogy, hogy itt azért... Jó, ebből lehet azt mondani, hogy tudod mit? A klasszikus knézi. A kihagyott helyzetek megbosztulják magukat, és ez történt. És a végén nyilatkozott a professzorok Batyányi körének tagja Bárány Donát. idézem. Mindegy, ebből sok minden kiderült oké, okay, ezt szóval nem is mondom el, meg nem akarok senkit megbántani Loki földön, de ez, ez nagyon durva volt ez a meccs is. Tehát, hogy, hogy, hogy ez hogy? Hogy ez hogy? Igen. Hát figyelj, ö, azért be kell biztosítani a dolgokat, mert mondjuk a negyedik hely az, az még, ö, az még oké is lehet. Abban az esetben, és akkor itt jön az összeesküvés elmélet. Tehát a negyedik helynek akkor van értéke, a Fradi megnyéri a kupát. Igen. És mondom még egyszer, nagyon remélem, hogy majd közösen röhöghetünk saját magunkon, hogy mi miket találunk ki. Persze, persze, persze. És Úgy nagyon jel. remélem, hogy tényleg így lesz. hogy, Na, két hülye Igen. boomernél öregebb. Itt kitalálgat a dolgokat, hogy, hogy szöcske, meg elugrás, meg minden. Szöcske, pók, mit tudom hogy minden volt itt. Egyébként van ugrópók is. Itt Igen? Nem, nem, nem tudtam. Hm? Nem tudtam, ez, ez elképesztő. Meg... Verő költő Bodobács. Igen. Az is van. Meg Polcon György. Így, így, így. Olyan is van, volt. Igen, és akkor, hogyha már Polcon Szaró Györgyet említetted, akkor menjünk a Fradi Paks mérkézésre. Valahogy, valahogy ez jutott nekem is eszembe. <laughs> Két zöld-fehér alakulat, merőben más, hogy is mondjam, felfogás, és akkor egy elég szoros legalábbis a végeredményét tekintve elég szoros meccs volt. Hát én pont nem láttam ezt a mérkőzést, állítólag nagyon nagy szerencsém van, mert én csak itt néztem itt a, a nyilatkozatokat, és akkor azt mondja, hogy volt egy edző, aki ezt mondta, hogy hogy Ma nem volt bennünk futball, ugyanakkor szerintem nem kaptunk egyenlő feltételeket. Segítenie kellene a játékvezetőjének a Ferencvárost abban, hogy a BL csoport körbe jusson, mert amikor idén a Klaskvik meg az olimpiakhoz, a fetrengést ott már nem díjazák, és ezt ma nagyon sírelmesnek találom részünkről. No, én erre azt mondom, hogy aki, aki ilyen gazságokat képes lenyilatkozni, az más gazemberségre is képes. Uh, és én azt mondom, hogy ez az abszolút uh, pökhendi, negatív, beszólós feeling, ezt így el kellene egyszer is mindenkorra felejteni, mert uh, én azt hiszem, hogy például ezen a mérkőzésen, de más mérkőzéseken is, azért, hogyha megnézzük, hogy a, a siklóválló gyerek mennyit szokott a földön tölteni, illetve mások is, illetve de mindegy szóval azért pont neki ezt nyilatkozni az körülbelül olyan lenne, mintha hogyha én azt mondanám, hogy, hogy az szakál az egy idiotizmus, és senkinek nem áll jól, és mindenki vágja le. Kicsit én elmondtam abban a videóban, amit csináltam rögtön a meccs után, hogy én gratulálok a, a paksnak, és nem úgy mondtam, hogy egyébként gratulálok a paksnak, mint ezt a Gyuri szájából elhangzott. Ö, ahhoz a munkához, amit elvégeztek, mert ki tudták használni a botladozásunkat, viszont ne értékeljem már túl ezt, mert hogyha itt most a Fradi nem szerepel nemzetközi mezőnyben, akkor 20 ponttal nyerjük ezt a bajnokságot és nem a nagy képűség miatt mondom, hanem egyszerűen nem egy, nem egy van a két csapat között, nem egy korrekt bíráskodás, nem mondjuk az első félidő végén, mondjuk egy kilenc paksi szalad le a pályáról. Körülbelül úgy kezdődött volna. A és a szimulálás nálunk is volt, de az, a, ami a, az első félidő végén volt, az a kakaskodás, ott az abufáninak a két kézzel való nyaklerántása, az, az tényleg mindenhol piros, az égélet a világon. És akkor erre mit mondott a speaker? Salamodi döntést hozott a játékvezető. Tehát Salamon hülye volt. Ez, 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 ez akkor, akkor, ezt, ezt akkor megtudtuk. És az egész, az, az, egész, az, egészhez az vezetett, hogy a Karakó olyan erélytelen játékvezető volt, hogy valami elképesztő. Azok a, azok a gesztusok, ahogy, ahogy a játékvezető, vagy a játékosoknak intett, hogy majd tudom, pattanjál föl, fiam. Tehát, hogy, hogy mert hogyha egy, ezt, egy, ezt egy palotai Károly csinálja, akkor azt mondom, hogy az valaki. Azért olimpiai bajnokból lett ö, játékvezető. Igen, mert ő a pedének is így integetett. Ö, igen. igen. Hogy már lehet, hogy az később volt, nem tudom. É, igen, de, de, tehát egy, egy labdarúgó olimpiai bajnok. Tehát valószínű belekostolt a labdarúgásnak a másik oldalába is. Akkor azt mondom, vagy egy Pulsándor, talán világban, aki döntött vezetett, de még őt sem láttam így integetni. És de, de meg ezek a gesztusok, én sokszor álltam a pályaszélén fotózva, és hallom, hogy hogy beszélnek a játékosokkal. Tényleg csodálkozom, hogy nincsen szájba vágva egy-kettő. Arról ne is beszéljünk, hogy nem tudom, a fiatalabbak már biztos tudnak, az ilyen karakófélék meg se tudnak munkani angolul. Solymosi, ugyú, ogyó, ogyó, beszélj magyarul, hogy mit, mit mondott, jó Isten. Tehát, hogy Nem, az, az Ojo mondta, hogy speak English. a ja, speak English, de ö, igen. Tehát, hogy nem véletlen az, hogy nem akarják, hogy a játékvezetők és a, a VAR szoba, vagy a VAR busz között egy kommunikáció az nyilvános legyen, mert ők is a professzorok Batyányi körébe tartoznak a legtöbb. Ö, meg azért lehet, hogy egy, egy pár dologra ott, ott fény derülne, hogy mi az, amit lehet, meg mi az, amit nem lehet, meg ki az, ki az, akit lehet, ki az, akit nem lehet. Én továbbra is azt mondom, hogy a Bognár György emberileg abszolút alkalmatlan a sportban való minden szerepvállalásra. Az egy dolog, hogy most a paksa, amit művel, de arra kíváncsi lennék, ha ezt a tiszteletet és ezt a segítséget megkapná a játékvezetői kartól meg az MLS-től, mondjuk a Kuttor Attila, akkor most ő lenne a második. Igen, és ö, ugye azt nyilatkozta, hogy ma nem, ö, ö, hogy nem volt bennünk a foci. Hát nem nem volt bennünk a foci, hanem konkrétan, ha megnézzük a statisztikákat, Fradi 20-at kapura, a Paks 6 -ot. abból kettő talált ö, kaput, a Fradinál 9. 71-29 a labda birtoklás. 5-36-2-27. Tehát több, bőven több, mint duplája a Fradi passzainak száma. A passzpontosság 83% versus 62. Tehát mondjuk már kinyíltan, hogy hogy ezt egy nóra lehúzni, az valójában egyébként egy művészet, mert itt rondják kellett volna egyébként verni őket. És hogy ö, ugye itt elhangzott az, hogy jó és a 89. percben a legkisebb ö, ö, helyzetből kaptunk egy gólt, és ez hűha, na de hát ember, hát le... tehát hogy konkrétan a Paksit úgy le volt focizva, mint a szél. Tehát, hogy itt most ne, és akkor, és akkor jön ezzel, hogy mert a, mert a fetrengés, meg ilyenek. Hát, hát a kapufám, volt három vagy négy kapufánk, és egyébként a szappanos, aki szerintem a paks legjobbja volt, innen is tisztelet neki, mert világklasszis teljesítményt hozott le, hogy tulajdonképpen kivédte a szemünket, de megint az jött ki, amit már említettem a műsor elején, hogy a nemzetközi tapasztalat, a lecsorgó labda, hinni abban, hogy elérem azt a lecsorgó labdát, ez mind a nemzetközi tapasztalat. Ha a Fradi nem játszik mert nemzetközi meccseket, amiből mi is kaptunk ilyen gólokat, kifizettük érte a tanulópénzt, a többieknek is ebből kéne tanulni, hogy nincs elveszett labda. Megint a Bendrondan, megint a Traoré, megint egy lecsorgó labda, megint hinni abban, hogy elérem azt a labdát, hogy az elveszett labdára is megéri elindulni, vagy az elveszettnek hit labdára is megéri elindulni. Igen, és ezek, mert ezekből lesznek az ilyenek. Ezekből lesznek a, úgymond váratlanul kap, a szerzett három pontok, és itt, itt egyébként, ha most 0-0 lett volna a vége, és a Bognár Gyuri nem nyilatkozza, akkor azt mondom, hogy az, a, akkor is egy kicsit elkezdtem volna gondolkodni sok irányba, de viszont mondom még egyszer azt, hogy kapufákat rúgtunk, kicsit dekoncentrált volt a társaság, de az akarati tényező megint megvolt. Varga Barnabáson látta, hogy most nem olyan éles, Viszont ha nem egy világklasszis teljesítmény nyújtó kapusa van, akkor itt egy öt lett volna közte reálisan. És, annyi, és ennyi van a két csapat között. Nem egy, hanem legalább öt gól. És mondom, hogy ennyi támogatást kapjon meg más magyar edző is, mint a Bognár Gyuri. Mert akkor, akkor lenne reális, mert pontosan, pontosan, hogy vele kivételeznek, és nem a Ferencvárossal. Tehát igen, ma... igen, az abban, hogy ő el van tévezve, mert, mert ha van egy mérkőzés, ahol speciál mondjuk nem nekik fújnak egyértelműen, akkor ő már úgy éli meg, hogy ellen fújnak. Tehát akkor azért úgy kicsit szálljunk már le a földre. De én azt mondom, hogy két év múlva a következő év után elég erős az esély, hogy majd az MB2ben fogja dirigálni ugyanezt ugyanezt ezen a nevű csapatot. Uh, és akkor majd, nem tudom, ott, ott lehet majd emberkedni, hogy de a tiszakécskérnek hajzi, és akkor hogyha majd jön a nemzetközi bar tiszakécskérnek hajzi, akkor majd a, a tiszakécskérnek akkor majd majd akkor nem kell elesni. Tehát, hogy így hagyjuk már ezt az egészet. Uh, meg akik, bocs, botrányos. Bocs, botrányos. E, e, ez ezért mondjad, 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 mondjad. És mindezt egyébként nem a fradi védelmében mondom, mert egyrészt a fradi védelmében itt van, aki beszéljen. Uh, én, én csak azért mondom ezeket a dolgokat, mert ez... Konkrétan, körülbelül úgy, mint a rasszizmus, az erőszak és ilyenek nem a sportba valók, mint ez a nyilatkozat. Ez legalább annyira, ö, hogy is mondjam, büntetendőnek kellene lenni az ilyeneknek, ö, mert ez kifejezetten ö, én, én azt gondolom, hogy ez, ez már bizony nem súralja, hanem bőven eléri a, a verbális agresszió szintjét. És ebből szokott következni a verbális agresszió után, szokott következni a fizikai agresszió. Csak így szólok, hogyha esetleg véletlenül a nyilatkozó véletlenül elesne az utcán, akkor csak tudja, hogy lehet, hogy... Tehát, hogy... És ezt a védelmében mondom, bocsánat. Meg, meg akik követelték mondjuk a könyvest, akit én nagyon tisztelek. Egy kapulalövése volt, és momentuma nem volt, levették a pályáról. Hát meglőtte, a, ez év gólját, tehát most már nem kéne ebbe rakni eleve tehát a csapatba. Én azt mondom, hogy igen, eh, ahogy a, a nagy öregek el fognak szállni ebből a csapatból, én nem látom ennek a folytatását. Én nem ennek drukkolok, meg nem azért, mert magyar csapat. Tehát most, most ne, ne kezdjük majd ezt, hogy ő, azért, mert a bognágy, hogy nem tudok vele mit csinálni. Eh, igen, nem tudok vele mit csinálni, mert, mert az a baj, hogy én hallom az MLS-en belüli hangokat tőle és Isten mentsen meg attól, hogy tényleg szövetségi kapitány legyen. Isten mentsen meg attól. Mindenkit. Mert Kiből? A Bognár Gyuriból. Mert vannak sajnos olyan hangok, akik a rossz leváltása vagy távozása esetén a Bognár Gyurit szeretnék. És nem szurkolók, hanem szakemberek szeretnék a Bognár Gyurit a válgatott élére. Igen. Jó, és a... ezt most higgyétek el, hogy Aha. van ilyen idióta. Igen, és akkor azt mondom, hogy ez, ez az Idiótánál egy kicsit gyengelmélyűbb, aki ezt mondja. Bárki is legyen az, bárki is legyen, az, lehet jönni, lehet kritikával illetni, el kell el, el lehet mondani, hogy miért gondolják ezt. És hogyha ha nem azért, mert hogyha őszinte akarok lenni, akkor csak azért gondolhatják, mert valójában utálják a futbalt, vagy a magyar futbalt legalábbis. Mert az egyet jelentene azzal, hogy ugyanoda vissza süllyednénk, mint ahol voltunk, hagyjuk most a, azokkal a korábbi hangadókkal, akik ö, nagyon tudták, hogy mit kell csinálni, akik szerint egyébként a magyarok genetikailag nem alkalmasak, és a többi, és a többi. Megrúgjátok fel a dzsúdzsákra. Pont ugyanitt lennénk. De egyébként nagyon jó pofa tudna mondani. Ez tök jó. Kifogás generátor beindult, csak tényleg gyerekek, képzetek -e egy olyan szituációt, hogy az öltözőben taktikai tanácsodat mondjuk a 23 éves szoboszlainak aki a világ legjobb bajnokságába, a világ egyik legjobb csapatába szerint az egyik legjobb játékos. De lehet itt bármelyik Bundesliga játékosnak mondani, akinek a karrierje már most magasabbra ívelt, mint a Gyurié bármikor. Annyi, hogy ő volt vb n ezt el lehet mondani, de kiegészítő emberként és a többi. De nem, az ő, nem őróra kéne, hogy szóljon, hanem pontosan ne csináljunk már messiást egy ilyen emberből, aki, aki 20 éve edző, és most tart itt. 20 éve csinálja ezt, és vagy 25 éve, és ez az első olyan szezonja, amikor tényleg ott van. Az MTK-val egyszer volt egy fél szezonja, egyszerűen nem bír a mezeinek az árnyékából kijönni, aki hozzá képest a, a cipőjét nem pucolhatná meg a mezeinek. Legyünk őszinték. Na jó, oké, befejeztük. Tem. Na, és hát egyébként, a, a lényeg az egésszel kapcsolatban az, hogy nem ö, látod, és mi, mi is milyen hülyek vagyunk, mert beugrunk ennek a dolognak, hogy egy olyan emberről beszélünk, akiről valójában egy szót sem kellene ejteni, és akkor itt le is zártuk. Én azért is gondolom, hogy ne, én biztosan nem mondom ki a az neki a nevét, mert ö, nem hiszem, hogy ö, hogy is mondjam, elhagyhatja a számat ilyen szó, mint ami az ő neve. Mindegy, hagyjuk is. Felesleges foglalkozni a dolgokkal, mert ezek, tudod, ezek olyan rossz olyan rossz érzéseket keltenek az emberbe. És Még rám vett rossz így, fényt, hogy én igen, negatív vagyok meg. Igen, igen. igen. És hát Úgyhogy menjünk a forduló-záró mérkőzésére, amikor kiderült, hogy miért volt az, hogy senki nem akarta negyedik lenni. Igen, lássuk. Ugye itt Azért meg kell jegyeznem, hogy a buszra szálló. A, a buszra szálló. az megint ott volt. Hát ne felejtsük el, jobb lőtte a nagy Zsolt a gólt. Tehát Igen, az, az, az a buszra szálló. Tehát ő... És hát az az érdekes, hogy neki annyi gólja gólya van, azt hiszem, hogy hat, mint ott a, a nagyon felmagasztalt csatárembereknek a csatában. Igen? Igen. Tudod, ott van ez a, ez a pókszerű űrge. Ott, és akkor ő mindig, a Kolli, igen. Ja, igen, ezt nem igen. A... Nagy... így gondolkodtam. Igen, és... és ő mindig ilyen nagyon jó, csak akkor ezek szerint én azt mondom, hogy ha ő csatárként ugyanannyi lő, mint a balfutó, akkor így szerintem valószínűleg azt kell, hogy mondjam, hogy persze biztos jó, hát jól néz ki mondjuk, vagy nem tudom. Nem tudom, nekem De... annyira nem jön be. Nekem se, tehát, hogy így. És mint futbalista sem. Nagy Zsoltot, az viszont menti egyrészt, másrészt pedig örülök neki, hogy végül is ez az egészben ez volt a legjobb, hogy abban a szempontból örülök neki, hogy gólt szerzett mindenképpen, hogy ő mégiscsak válogatott keret tagja, és hogyha ő neki jól megy a játék, bár a válogatottban valószínűleg kiegészítő ember, de a kiegészítő embereknek sem baj, hogyha jól megy a játék. Úgyhogy ebből a szempontból én kifejezetten örülök. És akadémiai termék. Így van, itt hogy, van. hogy, le, hogy beszéljünk pozitívumokról is. Igen. Egyébként pedig hát a golla lőtte az első gólt a vendégeknél, a 74. percben, és akkor a Nagy Zsolt jött a, 86. percben. Na most itt azért a labdabirtoklás, a passzok passzpontosságban abszolút a, a vendégcsapat volt fölényben, viszont a kapura lövések és a találó lövések számában még a kecskemét volt jobb de alapvetően 12-12 szabálytalanság 3-3 sárga lap. ez mutatja azt hogy azért itt ez elég komoly csontzene volt mindkét oldal részéről és hát például én csak egyet mondok amikor ott a hű, hogy hívják, hogy hívják, hogy hívják azonnal, azonnal, azonnal meg fogom mondani amikor ott a Hú, a batik, ott beleugrott majdnem valakinek a hasába, 1500-zal kinyújtott lábbal így előre, csak az volt a szerencséje az embernek, hogy el tudott ugrani, de akkor meg a biztonság kedvéért lebodi Nekem nem mondja senki, hogy az, az például csak ez az egyenlet, nem piros lap. Mert az, mert piros lap és ki kéne osztani végre egy stromeletinak, egy gollának, uh, annak a macerásgyereknek, vagy a batiknak. Uh, ki Néha nagyzsóotnak is. Igen, ki kellene osztani azokat a piros lapokat. Mert amikor majd ide jön az, az Albán kettőből a kupa győztes, akkor ellenük ki lesznek állítva a játékosok. Bizony, ne csodálkozzanak. Hogy klasszikusokat a klasszikusokat idézek. Heten vagy nyolcan futnak le a pályáról a fél időbe. Tehát, hogy... Itt kellene. Tehát, hogy itt, itt az a baj, itt pedig átfordult, mert itt, 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 itt az a baj a felcsútiakkal, meg a vezetőedző, hogy teljesen hozzá van szokva ehhez. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy nem a kvalita van a játékosaiba, hanem, hanem az, hogy nekik. Agresszivita. Min... Hanem ha ha minden meg van nekik engedve. Mm. Tehát sokszor úgy bánnak az ellenfélnek a mint hogyha nekik így, 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 ilyen próbabábuk lennének, és azért. Ott van, tehát egy ember játszik a másik oldalon is. És föl vannak háborodva az, az ilyen nyújtott lámas be, beszólásért. A Batikra ez mostanában különösen jellemző. Hát a Batik még leanyázta vagy háromszor a, a bírót, hogy mit képzelő, hogy egyáltalán lefújja azt, hogy, hogy nem sikerült, mert hogy nem sikerült neki hasba rúgni a csávót, hanem csak, csak lebodicsekelte, akinek egyébként így utána mutatta, itt azonnal megjelent itt egy folt. Tehát, hogy így most miről beszél. Borzasztó nagyot változott a világ, amikor tényleg Szegedről elhozta a Fradi a batikot, sőt, még amikor a Kispestben játszott, akkor sem volt ekkora paraszt. 200 ezer, vagy három, mondtam, hol Igen. vagyunk. És egyébként megjegyzem, hogy én nagyon sokat vártam tőle, amikor számomra akkor tűnt fel, amikor a Fradiban játszott, és de neki volt egy sérülése, ugye az elég több, több, több évig, és aztán így a kondival Tehát... nagyon merevvé tette magát, és akkor került hátulra. Igen, de hogy nekem egyébként, nekem egyébként egy nagy ígéretnek tűnt, és lehet, hogy benne van ez az ő játékában, hogy tulajdonképpen úgy meg van keserődve. Biztos. Ö, és hát én is azt gondolom, hogy egy olyan játékos, mint ő, aki úgy indult, az nem biztos, hogy a pályája csúcsát úgy képzeli el, hogy akkor azt majd felcsúton fogja eltölteni, és lehet, hogy ebből fakadóan van egy kis harca önmagával, amit azért egy kis kicsit agresszívan kifelé próbál meglevezetni. Minden esetre ez a mérkőzés ez jó volt, de nem futball szempontból, hanem ilyen, ilyen karate, judo... Iszabbi, nem volt iszabb birkó, nem. Nem, nem, volt. nem. Tehát, hogy ilyen szempontból jó volt. Egyébként a... nekem nagyon tetszett megint a, a helmik. Volt egy-két olyan jó Igen, volt egy-két olyan jó kis megmozdulása, hogy, hogy most nagyon vigyáznia kell itt a, az én nagy kedvencemnek, hogy össze kell kapnia magát, mert a végén még a hm lesz az én nagy kedvencem. Igen. Átpártolok. Igen? Lehet... Hogy hívják a, aki Debrecenbe a vonzsát? Elfejtettem. Szuhodovszki. Ja, a soma, szóval. A soma, A soma. Nekem Szó... meg a vágó lesz a kedvencem. Uh, hidegvágó. Ez hogy... körülbelül. <laughs> körülbelül olyan, mint egy hidegvágó. Um, remélem arcra esik egy párszor a következő meccseken is. Igen. Ú, uh, de, de, de nem vagyunk elfogultak egyáltalán. Nem. Egy abszolút semleges műsor. <laughs> igen, igen, de nem, én most a hálmiket, hát én most teljesen pozitív értelemben említem, nem nincsen semmi Irónia, ezt teljesen komolyan mondom. Most 10 um, Mateusz játszik a. Igen. <gül> Mateusz. <gül> Na mindegy, itt, itt azt látom egyébként a Káti. <laughs> <Raw1> egy ]Like, <laughs> sem nagy. Óz a nagy varázs. Ó, ó, óz. Ó, óz nagy. Mindegy. minden... így <laughs> óz nagy. Egy kicsit így elszaladt az Hát így a <laughs> KTV kapcsolatban azt vettem észre egyébként, hogy amióta nem megy nekik most annyira a szekér, mint tavaly. Egyre több a, a felvállalt párharc, egyre több az ütközés, hogy kicsit tényleg az lett, hogy kicsit túlságosan hamar lett tele a tányér és ezt ö, ö, frusztrálja a játékosokat. Egyre több a szabálytalanság, hogy, hogy mennek lejjebb a tabellán, ö, kicsit erőn fel, nem, tehát tavaly nagyon-nagyon erőn felül teljesítettek, és nem volt ennyi, vitte őket a lendület, nem volt ennyi szabálytalanság, vagy annyira nem emlékszem, de itt mostanában egyre többen, ö, ide, egyre többet ö, ö, provokálnak ki veszekedés, egyre több a, a durva szabálytalanságuk. Tehát én tavaly nem emlékszem, hogy ezt a hidegvágót én tehát én meg is említettem volna, hogy vágyom arra, hogy arcra essen. Igen, és azt tudni kell róla egyébként, hogy ő egészen a harmadik osztálytól végig tagja volt a csapatnak, és tényleg ez egy abszolút becsülendő, hogy, hogy ezt így végig tudta vinni. Tehát, Igen, ez a, ez a tehetséggel, ami neki van. Viszont az biztató volt, hogy egy játékosan én ezt pont nem láttam a Horváth Krisztofát szerintem, ő mindent megpróbált, ő már, mert tényleg olyan, olyan kis belöbbölt, ívelt, akármi. Az utolsó perc, a az de komoly volt. Tehát, hogy, 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 még azzal is megpróbálkozott, mert már, nem volt szíve leadni a labdát, mert, mert úgy sem fogják a többiek megoldani, és akkor még megpróbálkozott egy ilyen emeléssel, de volt, volt rengeteg, és pedig ahogy hozzáért a labdához, abban a pillanatban uh, megjelent a hidegvágó, és tuk, csak nem értem, hogy miért, miért? Miért nem a Györgyöt használja ez a Krisztoffer? Ez valami, izé? Nem tudom. Nem, nem, <laughs> ölt, nem ölt még sárkányt szerintem. Majd ha öl, sárkányt... Ja, akkor lehet György. Már... Ja, értem. Igen, igen. értem. Na mindegy. Tehát mondjuk az előző meccseken ő is inkább a fetrengésről jut az eszembe, vagy fetrengés jut az eszembe. itt hát most, most az... fetrengés, de azért, mert fájt neki nagyon. Itt, az, itt, az, itt, ezen a meccsen megmutatta, hogy tulajdonképpen miért szerintem az egyik legértékesebb játékos kecskeméten, meg a legjobb technikával rendelkező. Az a, az, a, az a utolsó perces kapura és az gólt érdemelt volna szerintem. Mm? Az, az gyönyörű megmozdulás volt. Így van. Hát csak így hirtelen elém bukkant egy hír. Akkor lépjünk tovább, akkor... <laughs> Igen. Most nem tudtam elmenni a, a kispestieknek a tüntetésére, fölhívtam, a, vagy üzentem a srácoknak, hogy meló miatt nem jött össze, de föltünte egy új játékos, új régi játékos. Igen, és ez azért nagyon fontos, ez a a, a, a két téma azért kapcsolódik össze, mert ugye olvastam, hogy mik voltak a fő. Topikok a tüntetésén, és ott arról volt szó, hogy hát rengeteg pénzt égettek el valójában. Rengeteg olyan pénz volt, aminek nincs meg a látszata, hanem az valahova lett. És most az van, hogy az a hír, hogy a héten szerződtetett futács nincs olyan állapotban, hogy pályára léphessen. Akkor miért nem engem szerződtettek? én lehet, hogy kevesebb pénzért elvállaltam volna, hogy ne lépjek pályára ugyanúgy, mert nem vagyok olyan állapotban. Tehát, hogy hát ilyenkor de, de játékos is, aki csapatot keres, az miért nem tartja magát edzésben? Mondok egy példát. Amikor Besicset idehozták másodszor a Fradiba, azt mondták, hogy hetekre van szüksége. Aztán kiderült, hogy mégse. Mert meg tudta oldani, hogy kondiba legyen. valahogy ez, valahogy ez nem tudom hogy például Futács Márkó, tudom, hogy 34 éves, lehet, hogy már nem úgy gondolta, hogy, hogy ő valaha labdába fog rúgni. Mondjuk volt ilyen más is, aki... Cristiano Ronaldo hány éves? 38, 39. felengedik a pályára. Jó, abba, ott most ott az araboknál, de mindegy, de ne, de az... gólokat, nem? Igen, igen. Mondjuk a arab bajnokság szerintem van olyan, mint az MB2. Most sokszor herottózunk, de azért van olyan. Van olyan. Hát csak, csak akkor, a... akkor az azt jelenti, hogy tök jó. Mert ahhoz képest, hogy hogy, hogy ott egyébként, mint foci, az egyébként így nyilvánvalóan... Most mondok egy példát megint, amit a múltkor elmondtam, de megint ez egy olyan példa. Van egy játékos ügynök. Van egy játékosa, akit el szerettem passzolni, pénzt akar belőle látni, de már nagyon nem megy. Erre megkeres egy sportigazgatót. Most nem ide van, ez csak egy általános példa. És azt mondja a sportigazgatónak, figyelj, van itt egy volt válogatott játékosom, Kevés aláírás pénzért eljön, mondjuk 6 millió ér. Te megint elfelezzük, és aztán majd vagy játszik vagy nem. És a játékos régen nem. Kap... volt ilyen manapság Már nincs, de régen... de nincs, nincs, most már nincs ilyen. Régen volt, én hal, legalábbis, de azt is csak hallottam róla, hogy valaki ott volt, amikor beszélgettek arról, hogy lehet, hogy van ilyen. És hogy Tehát... érdekes mondom, ez is egy. Egy. A, 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 ugye a szerbeknél volt. Uh, ez divat. Tehát a délszlávoknál volt ilyen, és uh, most nézzétek meg, hogy ki a menedzsere a futács Márkónak, aztán nem mondok semmit. Így van. Uh, és hát mindezt azért mondjuk el, mert uh, amikor nagyon, hogy is mondjam, uh, na, ki... Tulajdonképpen így külü, kül, körülíróan arról úgy fogalmaznak a honvéd drukkerei, hogy hát sok pénzt égettek el, akkor például ilyenek. Az sok pénzt elégetni az, az esetükben azt jelenti, hogy valahova lettek sok pénzek, hogy ilyen szép magyarosan fejezem ki magam, de abból nem lett eredmény, abból nem lett játékos, abból nem lett jó játékos, és hát ahogy megnézzük, tulajdonképpen most itt a 27. forduló van, ment le az MB2-ben, tehát az azt jelenti, hogy itt azért még van hátra, ugye 34 forduló van, itt azért van hátra 7 forduló. Ugye, jó számolok? 33, 6 forduló van. Hát 7, igen. 7, 6, 7. hogy van? 27. forduló volt most, és 33 forduló van összesen? 34. 34? Persze. 18 csapat van, tehát 17 ellenféle játszó kétszer. 12 csapat van. Most az embereket. Ről beszélünk. Jó, oké, jó reggelt kívánok, oké, bocsánat. Elnézést. El, 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 igen, igen, hú, de jól elbeszéltünk. Az elmúlt egy percben fogalmunk nem volt, hogy beszélünk. Nagyon jó. Szóval az MB2-ről van szó, és hát az úgy néz ki, hogy a Pécs már kieső helyen van, 28 ponttal, de a Honvéd sem sokkal fickósabb, 33 pontja van. Öt. Öt darab pont. Úgyhogy én azt mondom, hogy és akkor, jaj, ott volt olyan, hogy amikor kitört valami gyalázat, akkor hirtelen volt két győzelmük. Ott. érdekes módon az etót. Otthon. Amint, hogy az etó otthonában megverték. Igaz, hogy csak egy nóra, de aztán a sor itt négy egyre. És aztán, hogy, hogy nem, amikor már Kicsit eltávolodott a direkt kiesés. Réme akkor a budafoktól sikerült kikapni, aki még mögöttük van a tabellán. Úgy egyébként. Még. Illetve aztán a Szegedtől. Azt így értem is, mert a Szeged azért az mégiscsak előrébb van. Csak azért így... Na mindegy, szóval nagyon hát érdekes a történet. Viszont pénzéket és eszembe azért megkérdezném, hogy egy MB2-es csapatnál. Nem a Honvédnál, csak úgy. A játékos ügynökökkel való találkozás. Persze mindegyikkel külön. Megkérdezném, hogy mi a frászér a Four Seasons-ben kell ezt megtenni? 300 ezeres vacsoraért. Miért nem az halázba Kispesten? Ö... Mert akkor nem ég a pénz. Hát a ki... Ja, értem. Az öreg most mit törmél? az? Megeszed a menüt 2008, -ja, és akkor miért ez e, az? csak az hogy? Itt megkérdezném, hogy. Hát persze, mert meg kell adni annak a módját, hogy hogy. És legalább 5 vagy 6 játékossal kell egyeztetni. Igen. Legalább kétszer. Igen, és mert persze meg kell találni a módját az, hogy, hogy lehet, az is mondjam, minőségi körülmények között még az MB2-ből is kiesni. Hát persze. Hát ez nem úgy van, hogy elmegyünk ott a, a helyi talpanállóba, és akkor majd úgy esünk ki. Jó. Ja. Pász, Tehát le, le, az okay. legyen annak valami kinézetje. Vagy nem tudom, megvan még a Lőrinc hétterem? Tehát, hogy... Na mindegy, hagyjuk. Oké. Okay. Ne politizálj. Lépjünk. Mi az, hogy Lőrinc? ugye ott van nem messze a Lőrinc hétterem, vagy ott volt. Oh. Mondom, ne politizálj. Jó, oké. Okay. <laughs> basz! Látod, így kell mi mi ráadásul basz meg? Oké. Jó van. Jó van, na. Figyelj, én azt mondom, hogy hogy sajnos ez a forduló nem hozta azt, amit vártunk. Mi ugye több mérkőzése kapcsolatban is elmondtuk, hogy, hogy, hogy akár a forduló meccse lehet. Egyébként az, a, lett. A, a, az új a, az tulajdonképpen az lett, és sok gólos meccs lett. Mondom, el lett mérve a Géza részéről egy kicsit, meg a, a 12. játékos sokat nyomat alatt be ezen a mérkőzésen. Ah. Ez nyilvánvalóan az én hangulatomat abszolút elrontotta. Ettől még valószínű, hogy egy semleges szurkoló ezt tudta élvezni, ezt a mérkőzést. A, a többi mérkőzésem, meg én azt mondom, hogy ha volt is jó mérkőzés, ott, a, ott meg a körítés vette el az embernek. A, tehát hogy ez a forduló nem volt alkalmas arra, hogy új híveket szerezzen a MBB-nek. És akkor nagyon finoman fogalmaztam. Nagyon finoman fogalmaztál a játékvezetőkbe vetett hit, és az utolsó, utolsókat rúgja nálam, mert ez ráadásul az eré, meg az, hogy szakmailag bért nincsenek. Arra viszont választ kapunk egyre jobban, hogy miért olyan kevés a nemzetközi szerepvállalás játékvezetői szinten, és ezt a csányi elfogadja. Nem alacsonyodnak úr. le odáig. Csányi úr hiába próbálja a bizonyítványt magyarázni. Ezen a héten fogok csinálni majd egy, egy reakció videót az ő nyilatkozatára, illetve a, a badár, a felcsút vezetőedzőjének is Hornyák Zsolt. Horn, Hornyák Zsolt, vele kapcsolatban is lesz majd egy reakció videó az ő a riportjára, egyetlen dolgot szeretnék kérni, ne szlovákozzuk le. Azt az egyet nem vagyok hajlandó eltűrni. A Hornyák Zsolt egy felvidéki magyar ember, ezt az egyet adják meg neki azok is, akik nem szeretik őt, mint én is. Tehát nem őt nem szeretem, hanem a futballját. De ezt nem vagyok hajlandó elviselni, még a komment szekcióba se. Ennyi? Na. Én mit, mit te viseljek el, Józsi? Találjunk neki valamit. A, a, a siker propagandát Csány úr részéről, amikor a játékvezetőket mentek. Jó, én el, meg én... azt nem viselem el. És okay. kérem magamnak, és egyébként is. És hűha. Igen, de minden mellett én azért hiszek a magyar fociban, mert szeretem, mert hiába savanyú, hiába sárga, mégiscsak mégis csak a miénk. <coughs> No, hát jövünk még, jövünk még, mint hallottátok, sok-sok videóval, és természetesen a szokásos működésünk is megvan, és az ütemezés, hogy beharangozó, értékelő, stb. Józsi pedig csinálja azokat a videókat, amelyek a napi eseményekre reagálnak. Úgyhogy, ha már nagyon untok most, akkor még ne kapcsoljátok ki, majd csak akkor, ha elköszöntünk és elmondjuk a végén azt a szöveget, ami nagyon fontos, az a tarha egy perc. Mi egymás között csak így, így nevezzük. Szóval jövünk még videóval, addig is. Hajrá, szurkolók! Hajrá, magyar futball! Sziasztok! Sziasztok! Érdekel a véleményetek! Kommenteljetek! Mások véleményére kíváncsiak vagytok? Osszátok meg ezt a videót. Ami ha tetszett, akkor lájkoljátok. És ha esetleg még ezen túl anyagilag is szeretnétek minket támogatni, akkor a szuperköszönettel, köszönettel, vagy a leírásban található bankszámla számon direktben is tudtok bennünket támogatni. Köszönjük!